sajnos még lehet látni a 2015-ös földrengésnek a maradványai, megmutatom közelről. Az itt, amit lehet látni, borzasztó. Pillanatilag fogalmam sincs, hogy merre járok, csak belesodródtam ebbe a nagy tömegbe, amit lehet látni. Úgyhogy szerintem csak választok egy utat, hogy merre. Sorry. Megyünk a sztupát meglátogatni, hogyha felhívva oda találod, mert teljesen elvesztem ebbe a nagy tömegbe. Úgyhogy az lesz a következő állomás. Ó, hát ez nagyon nagy boldogság, mert már látom a
szupának a tetejét, úgyhogy jó irányban vagyok. Talán meg is tudom mutatni, ott van a távolban. Lassan kipurcanak, ez olyan magas helyen van. Na, mindjárt ott vagyunk, csak egy kicsit magasan van, úgyhogy mindjárt szerintem le kell állnom egy kicsit, mert borzasztó meleg van itt, Angliával ellentétben, ahol azt hiszem talán 4 fok volt, amikor elhagytam, úgyhogy szóval mindjárt megérkezünk, és akkor megmutatom még jobban, hogy mi rejlik ebben a nagyon szép helyben. Thank you.
vagyunk a Café de Stupában, és most pedig meg fogom kóstolni a tibeti flat szúpot, amit még korábban sosem tettem meg. Igazából zöldség van benne, egy kis fokhagyma meg sima hagyma, ahogy a hölgy elmondta, és mivel nem túl sok opcióm van vegánként, ezért egy kicsit problémás találni olyan helyet, ahol az étrendemet be tudom tartani, de itt van például egy fruit szalánt is, amit utána fogok megenni, illetve jászmin teát rendeltem hozzá.